Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A mai projekt címe Tát a szájjal rohanok a farok erdőben. Avagy egy kedves ügyfélnek gyanútlanul hónapokkal ezelőtt elmondtam, hogyan kell G-asztra ülést F-asztrába szerelni. És íme belefutottam. Megjelent ma, hogy ugyan tegyem már bele. De tehát az F-asztra sín szerkezetei kellenek. Itt kell lefunkálni a stifteket, és levenni a G-asztráról a sín szerkezetet, majd csavarkötéssel, dupla csavarkötéssel főtenni az F-asztra sín szerkezetét, és akkor a patront is minden kötni. És a lényeg az, hogy ennek a fesztávolságnak 39-nek kell lennie. Tehát erre tessenek odafigyelni. Mert máskülönben nem fog bemenni, illetve slégen fog állni az ülés. Tehát így el fog dőlni balra, és így is el fog dőlni balra. Tehát mindenféleképpen balra fog dőlni. Ami fontos, hogy ezt elkerüljétek. Jaj, csak már nehezen mozgok így este fele. Hogy ugye itt van az egyik tartófül, és a sín szerkezet úgy jöjjön, hogy itt a tartófül kívül van, itt a tartófül meg belül van. És másik oldalon szintén. Itt belül van, itt meg kívül. És akkor fog összejönni, hogy be tudjátok tenni, illetve még kint lőjétek be, hogy egyenesen álljon. Sokkal könnyebb kint szinkronba hozni a két sínt, mint bent a helyén buziskodni vele. Hát akkor ennyi, de majd lesz úgyis komplet videó róla, hogy hogyan csinálom. Addig is szervusztok!